Újabb kampányt indított a rendőrség, hogy visszaszorítsák a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. A statisztikák ugyanis azt mutatják, hogy a legtöbb balesetet az okozza, hogyha elvonják valamivel a sofőr figyelmét. Ráadásul itt az ősz, egyébként is sokkal figyelmesebben kell vezetni, a köd, az eső önmagában is nehezíti a közlekedést. Középső sávon jött egy kamion, az egyik kolléga ment a szélső sávon, ugye, egy emberkét láttam, aki ide a vonalon túljött, de ma nem volt időm, hogy lefékezzek egyáltalán, elittem. Sokkos állapotban nyilatkozott az M1-nek az a sofőr, aki halálra gázolt egy gyalogost az M5-ös autópályán Kecskemét határában. Azt mondta, egy pillanat alatt történt minden, nem volt ideje fékezni. A férfi feleségével és 2 éves gyermekével tartott hazafelé Németországból, amikor a baleset megtörtént. Tiszaalpáron már csak ez a leszakadt pótkocsi és egy kidőlt jelzőlámpa emlékeztet arra, hogy a teherautó vezetője későn vette észre a vasúti pályán érkező személyvonatot. Itt csak a jegykezelő szenvedett könnyebb sérüléseket. Több ilyen is hasonló baleset is volt csak ezen a hétvégén. Az őszi időszakban megemelkedik a közúti balesetek száma. Korábban sötétedik és gyakoriak a ködös vagy esős napok, erre pedig a sofőrök nem készülnek fel időben. Erről Székely Gyula közlekedésbiztonsági szakértő beszélt. Mindig az október-november az, amire nehezen állunk rá. Talán most már annyit javult a helyzet, hogy az emberek most már kérnek a gumis az időpontot a téli gumicserére, és nem november 4-én az első únos eső utáni karosszériásnál várva jut eszükbe. Tehát ez fontos, aki picit észnél van, már van időpontja a téli gumicserére. Lehetünk bármilyen magabiztos és gyakorlott járművezetők, ha nem figyelünk az útra, egy pillanat alatt megtörténhet a baj. Megdöbbentő képsorokkal mutatja be a rendőrség új kisfilmje, a vezetés közbeni mobilozás következményeit. A baleseti okok között nem tartjuk számon azt, hogy mondjuk egy ilyen miatt következik be egy közlekedési baleset, de látjuk azt, hogy a figyelem megosztása, megosztódása az balesetveszélyes helyzeteket teremt, és sajnos történnek halálos kimenetű balesetek is amiatt, mert mondjuk a sofőr, a járművezetője mással foglalkozik, akár a telefonjával. Az elmúlt években világszerte rengeteg kampány indult azért, hogy felhívja az autósok figyelmét arra, mennyire veszélyes vezetés közben mobiltelefonozni. Az elmúlt évek adatai alapján minden törekvés ellenére az autósok kockázatvállaló viselkedése nem változik, és továbbra is rengeteg közúti baleset vezethető vissza az autóvezetés közbeni mobilozásra. A vezetés közbeni telefonhasználat egyébként tilos Magyarországon és az Európai Unió több országában is.